Szóval akkor jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves megjelentek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek a viharos idő ellenére, mert reméljük, hogy zajos siker elében nézünk. Ez már valószínűleg ennek a beharangozása, hogy itt egy picit hangosabb az alapzaj, mint ahogyan szeretnénk. Mindenkit köszöntünk az online livestream közvetítés alkalmából is, aki velünk van és minket figyel. A Harcosok Ligája eseményünk sajtótájékoztatóan itt Dunaújvárosban az Arany Ordó étteremben, amelynek köszönjük szépen a lehetőséget, hogy helyszínt adott ennek a mostani sajtótájékoztatónak, hiszen, mint ahogy ez már a korábbiakban történt velünk, és a Feje Box Promotion-nál ismét egy nagyszabású sport eseményre, jökölő eseményre készülünk, és ez a Harcosok Ligája tulajdonképpen egyfajta remélhetőleg jövendőbeli márkanév lesz, amelynek kifejezetten az a célja, és az az üzenete, hogy az amatőr és a profi box kiválóságait egy azon gála keretében mutassa meg a közönségnek, és tegye még élvezetesebbé a box szeretők számára mondjuk éppen annak a sporteseménynek az élvezhetőségét. Hiszen valahol azt gondoljuk, és abban bízunk, és ez azt gondolom, hogy a boxot ismerők számára egyáltalán nem titok, hogy tulajdonképpen az amatőr box visz és vezet a profik világa felé, az egyik nem nagyon létezik a másik nélkül, és éppen ezért fantasztikus dolog, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség szintén társként, támogatóként és szakmai partnerként teljes mellszélességgel kiáll az esemény mellett. Úgyhogy engedjétek meg, hogy bemutassam körünkben pontosan ennek a gondolatnak az egyik legkitörőbb képviselőt, nem csak a szövetség elnökét, de azt az úriembert, aki tulajdonképpen ebből a világból mind a két oldal tökéletesen megismerte, és a legmagasabb csúcsokig jutott. A korábbi ökölvívó világ és Európa bajnok olimpiai bronzérmes, és két profi világszervezet világbajnok Erdei Zsolt barátom. Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Nagy szeretettel köszöntöm Győriné Tóth Zsuzsát, a Magyar Ökölvívó Szövetség hivatásos tagozatának elnökét, hiszen amatőrökről és profikról beszélünk, ugye egy gála keretében. Természetesen Feje Tibort, a Feje Box Promotion elnökét és egyben az esemény promóterét, főszervezőjét. És engedjék meg, hogy bár ott kértem, hogy jöjjön előrébb, de olyan szerény, hogy mégiscsak, ugyebár most Dunaújvárosban vagyunk, de ez a mostani szombati december 1-i esemény Mezőfalván zajlik majd, úgyhogy itt van körünkben Mezőfalva a polgármestere, Márok Csaba úr is, akit külön köszönöm, hogy eljött hozzánk. És ha már valóban a vendéglátásról beszélünk, akkor természetesen a városon túl nagyon fontos, hogy legyen egy olyan box egyesület, tulajdonképpen egy olyan befogadó közeg, egy olyan barátságos és invitáló közeg, ahova majd végül is meg fog érkezni nem csak az amatőrök, hanem a profiknak ugye a mezőnye és erre mostani gálára. Ez pedig maga a Mezőfalvai Sparring Egyesület, és annak elnöke is itt van körünkben, Kovács Rihár. Köszönjük szépen! No hát, amikor arról beszélünk, hogy ez egy bizonyos szempontból szakmai küldetés, hogy az amatőröket és a profikat egy közegben mutassuk meg, és már a legutóbbi alkalommal is, erről majd egyébként talán Tibor fog egy pár szót mondani, amikor tettünk az első Gedó gálán erre vonatkozóan egy nagy és bátor lépést, hogy amatőr és profi boxolókat tulajdonképpen egy ringben, egy gála keretében mondhatni egymás után lássunk és láttassunk, akkor azt gondolom, hogy a közönség reakcióiból, a helyszín reakcióból és hál' Istennek a sajtóból érkező visszajelzésekből is az lett a benyomásunk, hogy ez egy jó út, hogy talán valóban ez egy olyan kezdeményezés, amit mindenképpen folytatni kellene. Úgyhogy éppen ez egy nagyon nagy öröm, hogy itt van körünkben Erdei Zsolt elnök. Egy pár szót szeretném, hogy ő is szólna azzal kapcsolatban, hogy ez a szakmai irány vajon
a szövetségi oldalról mennyire tetszetős. Köszönöm szépen a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit. Az első kerepesi, ugye kerepes tarcsai megmérettetés, ami ugye a Gedő György, első Gedő György verseny, gála volt. Ugye ott azért már az volt az első, az volt a próba, és utána összegeztük a látottakat, és hogy hogy alakultak a mérkőzések, és hogy mennyire nyúlt el, hogy rövid volt-e, hosszú volt-e, hogy jött a közönség, stb. Tehát, hogy ebből azért sok mindent le tudtunk már szűrni. Azt gondolom, hogy ennek megfelelően lett most a második ilyen közös akció kialakítva, de én azt hiszem, hogy ez mindenképpen hosszú távon gondolkodunk, és hogy szépen lassan így ez a kettő, mind a profi, mind az amatőr, mind pedig maga a gála, ez így olyan szépen össze fog simulni, hogy azt gondolom, hogy mindenkinek tetszetős lesz, aki majd kilátogat egy ilyen gálára. A gálákat általában megelőzi, a múltkor is megelőzte egy iskolai látogatás, ahol az iskolába személyemmel a fiatalokat próbáltam buzdítani a sportra, és természetesen emellett leginkább ugye a mi imádott sportunkra, az ökölvásra, és így próbálva megformálni már a fiatalságot is a sport irányába. És hogyha ezt így hagyományt teremtünk ezzel, én azt gondolom, hogy azért ez egy óriási előrelépés lesz, ha nem is egyik napról a másikra, de így szépen folyamatában, hogyha ezt felépítjük, én azt gondolom, hogy ha havi vagy két havi rendszerességgel egy-egy ilyen gálát meg tudunk rendezni, és aztán kialakulnak azok a párosok is majd, akik szinte rendszeresen fognak ezen valószínűleg boxolni, hogyha kialakulnak a súlycsoportok is, tehát hogy most azért csak így kóstolgatunk bele és próbálgatjuk, nyitogatjuk a szárnyunkat és nézzük azt, hogy ez mennyire lesz népszerű, mennyire lesz ennek keletje. Az első gála után elmondható, hogy szerintem az egy nagyon jó sikerült gála volt, kisebb, talán kisebb szépséghibákkal, ettől függetlenül nagyon élvezhető mérkőzéseket tudtunk összehozni, és hát ez ugye elsősorban Feja Tibornak az érdeme, aki megszülte mindezt, attól függetlenül, hogy nyilván erre már azért elég sokszor gondoltunk, de ő volt az, aki megvalósította ezt, és ő volt az, aki addig ütötte a vasat, amíg meleg volt, és én is nyilván erre nagyon nyitott voltam, úgyhogy a Tibornak köszönhetően remélhetőleg, hogy jövőre is lesz vagy 10-12 ilyen hasonló gála, ami még én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eljussunk az ország minden pontjára, és hogy ne csak Budapestre és környékére próbáljunk meg koncentrálni, hanem például itt Mezőfalván egy ilyen viszonylag szűkös lakosságú, nem is tudom, faluba, tehát hogy ilyen helyeken is meg tudjuk mutatni azt, hogy igenis vannak itt is bunyósok, igenis itt is az embereket be tudjuk hozni egy iskolába akár, hogy ott láthassanak boxmérkőzéseket, kedvet kaphassanak a gyerekek arra, hogy majd ők is majd valaha boxolhassanak, hogy lássák ezt az egészet. Tehát, hogy nekünk nyilvánvalóan nem csak a centrumra, Budapestre kell összpontosítani, hanem pont ide a végvárakra is el kell juttatnunk ezeket a gálákat, hogy olyan emberek is élvezhessék mindezt, akinek lehetség, de akinek még esélye sincsen mondjuk Budapestre feljutni egy ilyen gálára, mert hogy otthon él, vidéken, nincs autója, stb. Egyszerűen kisétál a sportcsarnokba, vagy az iskolába, ahol egy ilyen gálát rendezünk, és akkor ő is nézheti. Népszerűsítjük a sportágat, ami a legfontosabb, és próbálunk olyan gyerekeket feltérképezni, vagy behívni a box egyesületekbe, akik aztán akár vagy a későbbi időknek a bajnokai lehetnek. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt az együttműködési lehetőséget. Köszönöm most ezt a mezőfalvi nyitottságot polgármester úrnak is, hogy minden lehetőséget megad ahhoz, hogy mi ezt a rendezvényt itt megcsinálhassuk,
És természetesen Feja Tibornak, aki tulajdonképpen aki nál vagy bukik ez az egész történet most a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy én köszönöm a Magyar Ökülgó Szakszövetség és saját Erdei Zsolt nevében is. Köszönöm szépen. És hát ha már arról beszéltünk, Rága Zsolt, hogy valóban a box népszerűsítése mennyire fontos Budapesten és az agglomeráción kívül, akkor csak szeretném, hogyha hallottam a madarak csiripetét, hogy milyen élményben volt ma részed, amikor az egyik iskolába ellátogattál. Tehát azért ilyen közegbe érkezni, azt gondolom, ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem reménytelen kisgyerekeket vidékről beemelni a box világába. Ugye volt ilyen? Hát őszinte vagyok, szinte a könnyekig meghatódtam. Persze én egyébként is egy ilyen érzelmes típus vagyok, és amikor beléptem az iskolába, az iskola torna termében már ott ültek a gyerekek, és kint állt egy kórus, és a bevonuló dalomat énekelte a kórus egy ilyen 25-30 gyerek, ugye természetesen zenei aláfestéssel. Utána azok az iskolások, akik egy kedves kis rajzzal kedveskedtek nekem, azok sorba álltak, és egyenként adták át a rajzokat, és így is kaptam, hogy 25-30 különböző boxos feliratú, madaras feliratú, madárbox kesztyűben rajzokat, úgyhogy ez tényleg nagyon meghatott, és nagyon jól esett. Tök jó, hogy tök jó, hogy ennyire szeretnek. Na, és köszönöm. Gondolom, hogy valóban itt arról van szó, hogy egyrészt nagyon nagy dolog, hogy valaki ezt az ügyet ilyen szempontból ugye Feja Tibor oldaláról felkarolta, de azt gondolom, hogy ez azért nyilván a terészedről is egyfajta misszió menni, megmutatni, ott lenni, találkozni személyesen, hiszen ezek az élmények, tényleg úgy gondolom, hogy ezek maradandók ezeknek a gyerekeknek, és már a várakozás, az előkészület és a bekövetkező találkozás is, én biztos vagyok benne, hogy nem csak Mezőfalván, vagy nem csak Dunavárosban, nem csak ezen a környéken, hanem egyáltalán egy ilyen bajnokkal bármikor találkozni, úgy gondolom, hogy egy gyerek életében nyilván óriási lehetőség. És én külön örülök, mert én magam egyébként Vince Ottóval szoktam járni más ügyben, szintén egy hasonló misszió tekintetében az országot, az egészséges táplálkozásról beszélgetünk. Hát nekünk be kell mutatkozni, hogy mi kik vagyunk, és meg kell nekik magyarázni, hogy mi honnan jövünk és mit csináltunk. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ha a gyerekek találkozhatnak, azt gondolom a sport lehetőségével, és egy ilyen ikon által, úgyhogy végre nem mondjuk Ronaldót és Messit keresik, akkor azért ez egy komoly, komoly előrelépés. Úgyhogy köszönjük szépen a misszió részét is a részedről, mert azért ez egy feladat. A másik ugye, amikor egy gyerek elhatározza és eljut oda, hogy valamiben igazán nagy legyen, és eljut valóban az amatőr pályafutás csúcsaira, és aztán a profi életet választja, akkor ugye következnek a hivatásos esztendők, és hát ugye erről az oldalról is, ahogy mondtuk, ennek a gálának az is fontos része, hogy komoly címérkőzéseknek legyen a közönség szemtanúja. Tehát nézzük meg ennek a spektrumnak a másik felét, hogy honnan, hova lehet eljutni. Győri Néto Zsuzsa, aki ugye a Magyar Ökülgő Szövetség hivatásos tagozatát viszi, ebből a szempontból is ugye ott volt már az első Gedó gálán, ami ebben az elképzelésben és ilyen elképzelések mentén zajlott, úgyhogy most részben egy picit a véleményedet kérdezem meg az elképzelést a professzionális oldalról. Köszönöm szépen. Igen, az első Gedó gála egy nagyon-nagyon jól sikerült bemutatkozása volt a profik és az amatőrök együttműködésének, én is úgy gondolom, és valószínű, hogy ez a második lehetőség is nagyon jól fogja megmutatni, hiszen én úgy gondolom, hogy egy amatőrnek, aki pont az Erdei Zsolt, Balzsai Károly, Kovács István után a profi világról is ábrándozhat az olimpiai címek után. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy azt a közeget és azt a sót, ami egy profi gála körül van, azt megismerje, és ő is abban tudjon versenyezni. Nagyjából ez is a cél tulajdonképpen, hogy megmutassuk nekik, hogy Így van. Tehát ugye az amatőr pályafutás után, aki úgy gondolja, hogy még szeretné folytatni, akkor a nagy elődöket tudja követni, hiszen
szerencsére Zsolt is ott volt a Kerepesi Gálán, és hát szerintem a fiatalok legnagyobb örömére, akik együtt tudtak fotózkodni vele, tehát ez egy óriási lehetőség. Azt hiszem, ez egy plusz motiváció azon kívül, hogy még a ökölvívó sikereket után, ez egy újabb pozitív dolog az ő életükben. Köszönöm. Szeretném a saját Tibort is pár szóban arra kérni, hogy egy kicsit foglalja össze a saját tapasztalatait az elmúlt gáláról, meg hogy végül is azért hallottuk az elnök úr szájából azt, hogy milyen elképzelések lesznek a jövő évre. Hát igen, nagyszabásúak ezek. Valóban tulajdonképpen ez egy olyan sorozat, amely remélhetőleg előbb-utóbb bekúszik a bőr alá, és teljesen természetes lesz mindenkinek, hogy havonta-két havonta van egy nagy szabású esemény, ahol tulajdonképpen a boxot ünnepeljük Magyarországon. És aki egy icike-picike affinitást is érez a műfaj iránt, nem úgy, hogy feltétlenül a ringben, de szereti. Márpedig szerintem, aki élőben valaha látott boxot, az nem tudja nem szeretni. Én így lettem rajongó. Az egészen biztos, hogy tudja, hogy ez egy nagyszerű út lehet. Köszönöm szépen. Nem is gondolná sok ember, hogy komoly koncepció rejtőzik mögötte, hiszen a profi ökölvívó mérkőzések azok gyakorlatilag egy közönség szórakoztató show műsornak a része. Az amatőr ökölvívó versenyek azok teljesen más jellegű sportrendezvények és sportesemények. És az a helyzet, hogy az érdeklődésüket fenn kell tartani a sportolóknak is, és a közönséghez el is kell ezt juttatni. És én azt gondolom, hogy ezek a közös részvételű események és rendezvények, ezekkel, hogy a kisebb településekre is el tudunk jutni az országban, mivel sportegyesület szinte minden városban van, így mindenhol vannak szurkolók, mindenhol van érdeklődés az ökölvívásra, így lehet igazából célokat kitűzni, örömet okozni, sportsikereket elérni, illetve támogatókat szerezni a sportágnak, közönséget szerezni a sportágnak. Tehát gyakorlatilag a profik is megkapják mindazt, amit szeretnének ezeken a rendezvényeken, illetve az amatőrök is, ahogy elhangzott az előbb, ugye részt vehetnek olyan gálákon, ahol gála körülmények között mutathatják meg ők is tudásukat a közönség előtt, és ez borzasztó jó dolog. Tulajdonképpen György Nétó Zsuzsa, akivel együtt dolgozom évek óta a profi tagozat részéről, illetve Zsolt, aki az Amatőr Ökölvívó Szövetséget képviseli. Tulajdonképpen kettőjük segítségével és támogatásával ezek a rendezvények biztos, hogy a következő évet meghatározzák majd Magyarországon, és a tervem az, hogy 10 ilyen eseményt fogunk rendezni februártól számítva, és minden egyes rendezvényen más-más országból hívjuk meg az ellenfeleket, a csapatokat, a válogatottakat, akikkel majd mérkőzünk. Bízom benne, hogy ez nagyon jól fog sikerülni. Köszönöm szépen, Tibor, még annyit mondj egy picikét, mert ugye nem részleteztük, hogy itt amatőr szinten milyen válogatott viadalra számíthatunk. Egy pár gondolatot, hiszen ugye lesz itt egy kint is van ez a GBF öve, tehát legyen szíves egy picit még a szakmát is ilyen szempontból fellebbenteni, legalábbis a fájtak azok, hogy mi minden lesz majd most szombaton. Az amatőr mérkőzéseket illetően Ukrajna csapatát fogjuk vendégül látni. 6 versenyző páros lesz, akik mérkőznek egymással, illetve lesz 2 szlovák illetőségű mérkőzés. És néhány felvezető felhozó program keretén belül néhány amatőr, ifjúsági, junior magyar páros fog mérkőzni, illetve a profi meccsek között lesz egy címmérkőzés, egy GBF világbajnoki címmérkőzés, ez egy visszavágó mérkőzése lesz Tóth Lászlónak és Páci Szabolcsnak, akik egy hónappal ezelőtt a Gedo Box Gálán mérkőztek egymással. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó gála program van összetéve, nagyon erős mérkőzésekkel, nagyon jó mezőny lesz. Köszönjük szépen! Kovács Rihárda szeretném még a vendéglátók oldaláról akkor arra kérni, hogy ugye ez igazából nem az első tavasszal volt már egy ilyen gálanálatok, de azért ez, én érzésem szerint a szabad, így fogom, ez nagyobb szabású tekintettel az amatőr és a profi jelenlétére is. De miért volt fontos, hogy ti legyetek a vendéglátói ennek az eseménynek? Igazából az volt a lényeg ennek a rendezvénynek, hogy amit a Tibi is ugye már korábban elmondott nekünk, hogy az amatőrt és a profikat egy kalap alá tegyük, és együtt indítsuk őket egy rendezvényen. Na most az egyesületünkről annyit kell tudni, hogy
februárban nyitottuk kapuinkat. Ugye egy önzetlen baráti támogató állt mellém, ugye a Koplán Kft. Vezérigazgatója Siba Nándor, aki teljes messzélességben segített abban, hogy megvalósítsuk a termünket, és elindítsuk ugye a maga az amatőr ökővívásban a srácoknak ugye a képzését. Most annyit kell tudni, hogy februárban egyetlen egy versenyzővel indultunk, aki már benne volt az ökövívásban 2015 óta, aki most jelenleg is a szívem csücske, ugye azt lehet mondani, a Gáspár Norbi, aki a 60 kilóban fog ugye boxolni. És most, majd december 1-ére 6 versenyzőt tudunk elindítani a gálán. Én a Tibivel egy korábbi üzleti kapcsolatban, illetve sport kapcsolatban voltam, folyamatosan tartottuk egymással a sportbaráti kapcsolatot, és ugye a márciusban, korábban márciusban megrendezett gálában ugye teljes messzélségben ő segített nekünk megrendezni, hogy letegyük a névjegyünket, és ugye úgy voltunk vele, hogy Tibi december 1, csináljuk együtt, tegyük egy kalap alá, és menjünk tovább, és a siker létráját ugye nem tudjuk megmászni és ebbet a kézzel. Hát így van. Kapaszkodni kell, és úgy tűnik, hogy ezt így van. Köszönöm így szépen. Én köszönöm. Sok sikert akkor a versenyzőidnek is, és hát azt gondolom, hogy ha ez az arány marad, hogy ilyen pop-up store-ok jelleggel felbukkadnak új egyesületek, de olyanok, amelyek fenn is maradnak, és gyakorlatilag fél évente produkálnak 6 új versenyzőt, ez az arány megmarad, akkor szerintem nincs miért siránkoznunk, akkor ez elég jó irányba halad akkor a magyar utánpótlás minden szempontból az ökölvívó sportban. Tibor, van-e még esetleg bármi olyan gondolat, amit itt most nem mondtunk el, de fontos lenne? Hány órakor kezdünk? Jó, tehát akkor december 1-én, már csak az élő közvetítés kedvéért is mondom, december 1-én szombaton 18 órától, tehát Mezőfalván ugye a Petőfi Sándor általános iskolában zajlik majd a Harcosok Ligája rendezvény, amatőr, illetve profi boxgála. Természetesen a Magyar Ökölvívó Sport hivatásos és amatőr részlege is maximálisan képviselteti magát, és nagyon kitűnő mérkőzések lesznek, és én azt gondolom, hogy egy igazi klassz hangulat, úgyhogy reméljük minél többen a helyszínen is szurkolnak majd, de természetesen a média jó voltából televíziós összefoglaló is készül, illetve ugye livestream közvetítést is tervezünk, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy minél többekhez fog eljutni majd ennek a gálának, akár élőben, akár a későbbiekben felvételről majd a híre, úgyhogy ha van esetleg bárkinek még önök közül kérdése, amire nem válaszoltunk meg, akkor ha pedig nincs, mert ez így szokott lenni, akkor lehetőség van természetesen a jelenlévőkkel egyéni interjút készíteni a továbbiakban. Akkor köszönjük szépen még egyszer a jelenlétüket, és jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és természetesen a média rendelkezésére állnak a jelenlévők. Köszönjük szépen, szép napot, és akkor találkozunk december 1-i Mezőfalván. Viszontlátásra! Köszönöm.